úgy gondolom, túl dévát már nem kell bemutatni, hiszen hazajár, ajka rendekre. Egy Hamvas Béla versre szeretném kezdeni a mai estét. 120 évvel ezelőtt született Hamvas Béla március 23-án. Nagyon, szerintem 20. század legnagyobb gondolkodója. Nagyon régóta szeretem olvasni eszéit, írásait. Nem is tudtam, hogy vannak versei is. És a minap egyik barátom küldte ezt a verset. Nagyon megtetszett. Engedjétek meg, hogy ezzel kezdjem akkor ezt az estét. Hamvas Béla. Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós fújok tükrében láttam kelni a napot. Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceán gyermekként ragyogni. Sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben, láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt, láttam az embert, és láttam a zenét, láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni, láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. S az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. Köszönöm, akkor Éva. Kiütöttem egy pár Mécs László idézetet, és kíváncsi vagyok rá, hogy a rendhagyó irodalmi óránál maradjunk, hogy melyik az, amelyik ismerős. Hát a gondolom a vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ez kinek? Sokaknak? Igen. Fényt hagyni magunk után. E fiúkért valaki felelős. Igen. És ez a ki a betyár, ki a szent magyar hondban, ki a szebb. Ha a mérték tönkre ment, senki, semmi meg nem ment. A bakonyi látomás ide kötődik megyénkhez. És a másik egy ismeretlen ősi fény örök titokról elszakadtam, küldöncnek jöttem, mondja Mécs László, s eltűnök majd a üzenetem általattam. Ez pedig a Meteor című verséből való, szintén egy ilyen nagy küldetéses vers. És a, hát azt gondolom ez is eléggé ismerős, csak az anyám tudta, hogy Királyfi vagyok, a Királyfi bánata, Királyfi három bánata című versből. Hát az a helyzet, hogy ezek az emlékezetes idézetek idővel napjainkra, de különösen a múlt század elején, és mondjuk a múlt század közepéig, szinte szállóige értékű idézetekké váltak. Tehát és nem csak Magyarországon, nem csak az anyaországban, hanem a határon túlra szakadt magyarok körébe különösen nagyon nagy jelentőségük volt. Hát aztán 1945 után, csak nem 50 évig, nyilvánosan sehol nem hangzottak el ezek a versek, és az iskolában sem tanították, szó se volt Mécs Lászlóról, még a nevét se volt szabad leírni, meg kimondani. Úgyhogy az utolsó versét, amit aztán Pannonhalmán halála előtt nem sokkal írt, Élő Illés néven írta, és, de nem jelenhetett meg tőle függetlenül, mert tudomására jutott valakiknek, nyilvánvaló, hogy az Élő Illés mögött a Mécs László van. Tehát főleg az idősebb nemzedékeknek ismerős Mécs László, de szerencsére 1989, illetve 90 után itt a megyénkben is felelevenítettek egy hagyományt Pápán, ahol régebben is gyakori volt a Mécs László szavaló verseny, amiben
fiatalok és gyermekek, meg idősebbek is jelentkezhetnek, és ezt azóta is minden évben megrendezik. Illetve hát azokon az állomás helyein Mécs Lászlónak, aki ugye felvidéki származású, és a papi útja az Nagykapos és Királyhelmec érintésével kezdődött, tehát Nagykaposon is, és Királyhelmecen is, nézek a Juditra, mert mi Nagykaposon együtt jártunk egy ünnepségen a Nagykaposi Szolgálatának, Mécs László Nagykaposi Szolgálatának 75. évfordulóján egy nagyon szép ünnepségen részt vettünk ott a templomban, ahol ő szolgált. Tehát Nagykaposon és Királyhelmecen kultusza van, és tulajdonképpen nem is szűnt meg a kultusz. Ez nagyon érdekes, hogy itt az anyaországban sokkal inkább elfelejtették és hagyták elfelejteni Mécs Lászlót, mint a határon túl. Erdélybe is, Nagyváradon és Kolozsváron még kiállító helyek is vannak, ahol ilyen Mécs László hagyatékokat vagy emlékeket és verseket állítanak ki. Tehát ugye ez is mutatja, amit mondtam, hogy a határon túl sokkal inkább megőrizték az ő emlékét, és ismerik a verseit, hogy már Mécs életében is a határon túlra szakadt magyarságnak, a nyugati és a nyugati magyarságnak a tengeren túlra kivándoroltak vagy emigráltaknak a magyar közösségeiben szintén rendkívüli nagy emlékezete van. Sőt, még azt el lehet mondani, hogy már 1960-as években, amikor teljesen indexem volt német Mécs László, már a 60-as években először azt hitték Amerikába, Kaliforniába élő magyarok, hogy valaki vitt egy hírt, hogy ő látta, hogy meghalt Budapest ostromakor 45-ben Mécs László, és látta, hogy meghalt, tehát hogy összeesett, és valószínűleg nem él már, és akkor egy kaliforniai magyar látogatott Magyarországra, és hát tudomására jutott, hogy Pannonhalmán él ilyen kényszer számüzetésbe, de hát tulajdonképpen lelkileg teljesen szeretetteljes közegbe, a bencéseknél, a pannonhalmi apátságba, kolostorba. És akkor hírt vitt a kaliforniai magyaroknak, akik addig ügyködtek, amíg végül is kiadták Mécs Lászlónak az összegyűjtött verseit. Ott Buffalóban jelent meg a verses kötet. És még azt is el kell mondani, hogy a 60-as évek végén, amikor aztán teljes mértékig már még a börtönbüntetésén is túl volt, majd az életrajzán végigmegyek, most csak ilyen színfoltokat idézek fel. Tehát amikor már kiszabadult a börtönből, és részben Csornán, a premontrei apátságban, részben Bakonybélben, a bencés apátságnak a akkor már nem kolostorába, hanem az akkor egy idősek otthona volt, ott élt, és hát közben a Bakonyt járta, és ez a 60-as évek végén még irodalmi Nobel-díjra jelölték a nyugati országokban, most nem tudom pontosan, hogy azt hiszem Hollandiából jött a jelölés, hát nem lett végül irodalmi Nobel-díjas, de ez látja azt a szélsőséges ellentétet, ami a Magyarország és a környező határon túli területeken volt Mécs Lászlóval kapcsolatos viszonyulásban, illetve a nyugati és a tengeren túli magyarság körében. Tehát annyira szélsőséges,
egyébként annyira szélsőséges, mint az ő hosszú és rendkívül tekervényes és nagyon küzdelmes élete. Tehát, mert egy olyan korban, egy olyan kort élt meg, ami tele volt drámákkal, változásokkal, kataklizmákkal. Háború, két háború például, hogy csak egyet mondja. Tehát ezek az idézetek tulajdonképpen a Mécs költészetének a lelki erkölcsi fundamentumát adják. Vallanak arról, hogy a kereszténység és a magyarság összetartozik, és hogy népünknek meghatározó szerepe volt Európában kezdetektől fogva. Bevezetésként erről a különös küldetésről, amit Mécs László betöltött ebben a korban, erről szeretnék egy-két gondolatot felvillantani. A küldetésről, amelyet itt Európa keleti határvidékén népünk kapott a gondviselés jóvoltából, amelyet évszázadokon át vállalt, és érzékelhetően vállal ma is. Küldetéséről, melynek útját végig költők és versek jelzik, mint szellemi-lelki útjelzők, Petőfit idézve, mint lángoszlopok. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, írta a 19. század költői című versében Petőfi. Mi magyarok bujdosók népe vagyunk. Menekültek és menekülők nemzete. Védekezők és védők nemzete. Nemzet, amely azt a küldetést kapta, hogy a támadó ellenségeket feltartóztatva, önnön vére ontásával védelmezze hazáját, és ezáltal az európai kontinens népeit is. Történelmünkben vége hossza nincs az idegen támadók elleni küzdelemnek. Tatár, török, német, szovjet, dulta, földrajzi és történelmi kincses vidékeinket. És most sem más a helyzet, a modern migráció korában sem. De folytathatnánk a sort az idegenben vérüket hullajtott magyarok helyszíneiről is, Múvi, Mohács és Világos mellett. Gondolok itt az első világháborúban, az Isonzónál, Doberdónál, Donkanyarban, a galíciai mezőn vérüket ontó, akiknek ugye akikkel tudatosították, hogy a magyar nemzet védelmében harcolnak, és aztán hamarosan megvilágosodott előttük, hogy idegen érdekekért kell a vérüket ontani. És ennek a következménye, ennek a végeláthatatlan védekező és támadást visszatartó sorozatnak a Trianon, a nemzetgyilkos katasztrófa, amelynek következtében most már nem úgy kell mondanunk, hogy öt országba szétszakadva él a nemzetünk, hanem már hat országba szétszakadva él a nemzetünk, hiszen a délvidéken, ugye Jugoszláviában két állam is őrzi a magyarjainkat, idézőjelbe őrzi. Ha a világon, Isten népe közösségében Magyarország az egyetlen nemzet, amelyik minden oldalról határos önmagával, ezt is nagyon sokszor el szoktuk mondani, és valóban, ha belegondolunk, igen érdekes dolog az, mindig a Jókai Anna jut eszembe, aki egy pár évvel ezelőtt egy előadásában elmesélte, hogy egy gimnáziumban tartott előadást a határon túli irodalomról,
És egyszer csak az előadás végén odajött az asztalhoz egy fiatal negyedik osztályos, negyedikes gimnazista lány, és azt kérdezte tőle, hogy hát ő nagyon megérti, hogy ezek a magyarok vágyakoznak Magyarországra, meg az anyaországhoz kötődnek, csak azt nem érti, hogy akkor miért mentek el egyszer, ha most visszavágyakoznak. Tehát abszolút történelmi tudatlanság, ugye, ami nyilván az elmúlt évtizedeknek az oktatási hiányosságaira és politikai okokból hiányos oktatásra világít rá. Ha eszünkbe jutnak himnuszunk kesergő sorai, akkor gondolunk a belső árulókra is, mert olyanok is voltak és vannak. Bújt az üldözött, s felé karnyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában, írtak Kölcsey a himnuszában. Vagy folytathatnánk Radnótival. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. Amikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. A zsarnokság, az idegen kiszolgáltatottság félelme beépült szinte a nemzet idegrendszerébe. Hányszor átéltük, hogy testvér testvér ellen támadt, s népünk idegen zsarnokok szolgálatába állt, készségesen. Íj és Gyula verse, amit nemrég ebben a közösségben idéztem az 56-os előadáson, lelki tükröt tart elénk. Ahol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Beívódik, evődik, velődik, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben. Mégis bűn volna feledni Vörös Marti intő szavát, aki viszont hirdeti messze zengő századokon át máig, hogy annyi bal szerencse közt oly sok viszály után él nemzet e hazán. Vagy ahogy Íj és Gyula fogalmazott, szintén egy a Haza a magasban című versében, áll az én hazám, védőbben minden magasságnál, a haza ugyanis a magasban van, lélektől lélekig. Vagy ahogy a 20. század legfájdalmasabban kitartó, a leghűségesebb magyarja, az anyaföldbe kapaszkodó erdélyi Reményik Sándor fogalmazott versében, mert test az ország és lélek a nép. Megismétlem, mert ez fantasztikus. Mert test az ország és lélek a nép. És ahogy a mai előadás főszereplője, a felvidéki Mécs László, a papköltő, premontrei szerzetes küldi máig hangzó üzenetét, miként az előadás címében is szerepel, lehetünk szétvágva 32 határba, s hordhatjuk a mézet közös kaptárba, csak a méhes álljon ragyogon kitárva, új határok felett minden égi tájra. A méhes szimbólum máig ható szállóigévé vált a magyar-magyar kapcsolatokban. A méhes tulajdonképpen a gyermekeit egybeölelő anya nemzet szimbóluma. Ez a méhes szimbólum és az előbb felolvasott Íj és Gyula Reményik Sándor idézetek mind-mind egyfajta határtalan összetartozásról beszélnek. Mécs László ezt a határtalan összetartozást képviselte üzenet közvetítőként, és égi küldetésként élte és valósította meg, és nem csak a felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján, hanem az anyanemzeten, nem csak az anyanemzeten belül, hanem a nyugati magyarság körében is, ahová verseivel előadó körútjai során eljutott. Mécs László egy egészen különös
páratlan, hát én úgy mondanám, hogy jelenség. Van is egyébként egy ilyen könyv, amelyiknek azt a címet adta az írója, hogy a Mécs jelenség, mert egy egészen különleges személyről van szó, és egy különleges viszonylatról, ami vallás, szerzetesség, papság, hazafiasság, előadó művészet, és hát még lehetne ezt tovább ragozni, hogy teológia mondjuk, egy ilyen szóval is megtoldva. Ezeknek mind a birtokában volt, és ezek teljes természetességgel áradtak belőle. Majd most itt szóba fog kerülni, hogy mi volt az az impulzus, mi volt az a kiinduló pont, ami őt teljesen ismeretlenül, hiszen nem volt tudatában ennek a ezeknek a képességeinek, ezeknek a talentumoknak, amiket a jó Istentől kapott, és ez egészen véletlenül derült ki, és ő teljesítette, amit rábízott az Úr. Írja róla Rónai László irodalomtörténész, ez is az ő hát mondjuk színes reneszánsz egyéniségéhez, vagy lehetne úgy is fogalmazni, hogy ellentmondásos egyéniségéhez egy jellemzés. Azt írja, hogy kevés 20. századi lirikusunk van, aki körül olyan szélsőséges indulatok csaptak össze, mint Mécs László körül. Ünnepelték és kárhoztatták. Tanulmány jelent meg, amely irodalmunk három legnagyobb költője között említette nevét, és élete egy korszakában még az is kérdésessé vált, irodalom volt-e, amit alkotott. Magasságok és mélységek, csúcsok és szakadékok váltogatták egymást hosszú életútján. Olyan történelmi léptékű időszakban élt, amelynek eseményei egyetlen magyart sem hagytak érintetlenül, és amely időszakoknak a sebei máig elvaratlanok. Az igazság tétel pedig, tudjuk, egyre csak várat magára. Csak nem három emberöltőnyi időről van szó, a 19. század végétől a 20. század utolsó harmadáig ebben az időszakban élt. E korszak történései még ma is szinte feltáratlanok, lezáratlanok. Apáink, anyáink, nagyszüleink, még élő dédszüleink, azaz őseink örökségeként, mozdulatainkban, gondolatainkban, indulatainkban tovább élnek, és időről időre felfakadnak. Mécs Lászlónak a felvidéki sors jutott, az elcsatoltság tehetetlenségi indulata, és a határon túlra szakadság árvasága. Ebből próbált kitörni. Verseinek témáját az a szándék hajtja, hogy utat keressen és mutasson a hit fegyverével a partvonalon kívül maradtaknak. Mint egy magyar bárd, írja magáról, Arany János útjelző versére a verszi bárdokra utalva. Üzenet a Milói Vénusznak című versében írja, akkor nincs. Igen? Menjek vissza? Ja, igen. A Milói Vénusznak, Üzenet a Milói Vénusznak című versében írja, barbár lettem búskomor ég alatt, beálltam bárdnak, béna fülek között. Szívemből nagy dudát csináltam, s balzsamokat dalolok koromnak. Hallgassuk meg a részletet a versből, nem tudom ki az, aki te vagy. Jó, nyugodtan. Üzenet a Milói Vénusznak. Tanár akartam lenni, hideg tudós,
eszmék kristálycsúcsain üldögél, s a problémátlan kékes ég volt híve alatt, derűsen lát mindent. De kortárs lettem. Fergeteges idők sötét sodrában húskomor ég alatt, midőny a szennyes stix kiárat, s mindeneket belepett az árvíz. A milliókkal úsztam a vadvízen, szívem szivacsként szívta a szenvedést, mázsásra nőtt, aránytalanná, s klasszicitás csudabája eltűnt. Lelkem szobráról. Torz vagyok és modern, idegzetemben minden idegzet él, megvert a kor testvérisége, s százezer arca, kúszak kínja rajtam. Így barbár lettem, húskomor ég alatt. Beálltam várnak, béna fülek között, szívemből nagy budát csináltam, s balzsamokat dalolok koromnak. Már a címe is félelmetesen kifejező üzenet a Milói Vénusznak. A Milói Vénusz ugye a levágott karú, vagy letört karú nemzet szimbóluma. Egy másik versében, illetve több versében, más helyütt, Tinódi Lantos Sebestyénivel rokonította a küldetését. A végvárak históriáját megéneklő, a török időkben harcra lelkesítő krónikás utódának vallotta magát, amolyan vándorprédikátornak. Azt írja a Kóborló elődöm című versében, Kóbor Lantos lettem, Lantomnak szavára figyelt már Kolozsvár, figyelt már Patakvára, Munkács, Ungvár, Pozsony, Léva, Losoncvára, a magyar vágyaknak voltam a futára. Hallgassuk meg most ebből a versből is a részletet, nem tudom, hogy ki. Nincs? Kóborló elődöm. Tehát Tinódi Lantos Sebestyénről írja. Rólad gondolkozom hideg őszi estén, kóborló elődöm, Tinódi Sebestyén. Te is keseregtél végvárak elestén, míg nemzeted vérzett fájdalmak keresztjén. Akkor is szörnyű volt az idegenészség. Magyar föld kellett, magyar föld és szépség. Telhetetlen zsákú volt török, német népség, akkor sem segített végvári vitézség. Nem csak a föld oszlott a négy égi tájra, de szétrepedezett a lelkek világa. De szétszakadozott Krisztus királysága. Keresztény, keresztényt, ahol fogta, vágta. Egy kicsiny lehellett fenevihart ellett. Ennek szultán kellett, annak császár kellett, ördögfával gyújtott magyar, magyar mellett. S idegen, az idegen pecsenyét sütött a tűz mellett. Akkor a végvárak sorra mind elestek, te a szomorú helyet felkerested, krónikád a hősről példaképet festett, s máshol feltüzelted az alvót, a restet. Beálltál krónikás kóborlantolónak, urak lakomáján, országragasztónak, amennyi ereje van az igrisszónak, egységben az erő, és erőben a holnap. Egy legyen a magyar, és egy a keresztény. Ezt hirdette Lantod Tinódi Sebestyén. Én most ezt hirdetem én is, végvárak elestén, míg fajunk vérzik, fájdalmunk keresztjén. Kóbor Lantos lettem, Lantomnak szavára figyelt már Kolozsvár, figyelt már Patakvára. Munkács, Ungvár, Pozsony, Léva, Losoncvára, a magyar vágyaknak voltam a futára. Az én ragasztékom Krisztus ragasztéka, szeretetet tömök szörnyű szakadékba, szeretet lámpását viszem szurdékba, szeretet lámpását viszem a kastélyba. A csíki virágok méze édességes, bakonyi, sárosi virág méze édes, legyen minden lélek, magyar mézre éhes. Magyarok, épüljön az új magyar méhes.
Lehetünk szétvágva 37 határba, s hordhatjuk a mézet a közös kaptárba, csak a méhes ájon ragyogon kitárva, új határok felett, minden égi tájra. Autón, vonaton, széllyel szaladt minden, megújult lelkemben megújulhat minden, csak a méhes ájon fényességes hitben. Szegény magyarokat segítse az Isten. Mécs László, Mécs László 1895-ben született Felvidéken, Hernád Szent Istvánon, és 1978-ban adta vissza lelkét a Teremtőnek, Pannonhalmán, mint említettem, a Bencések kolostorában. Vészterres időkben adatott meg neki az élet. Kora ifjúságában megélte, átélte, már szerzetesként az első világháborút, az azt követő trianoni traumát, később a fasizálódó Magyarország erkölcsi süllyedését. 1938-ban az első bécsi döntés értelmében azt, hogy Felvidék visszakerült Magyarországhoz, majd a második világégést, szülőföldje újabb, s immár végleges elszakítottságát, s a csehszlovák és a magyarországi kommunizmus megaláztatásait, a Benes dekrétumok elfolytó, likvidáló törekvését, és megérte a békepapi mozgalomnak a hiteltelenségét, 1956 reménységét és keserves eltiprását, és végül úgy halt meg, hogy tulajdonképpen még az alagút végét sem látta. Csendben, szinte elfelejtetten és bizonyos értelemben megalázottan. Politikai és irodalmi vonatkozásban mindenképpen megalázottan. Egyedül Pannonhalmán, a Bencéseknél lelt utolsó éveiben igazi lelki otthonra, ahol szerető közösséget talált, és a megbecsülést tapasztalatta meg utolsó éveiben. Édesapja kántortanító volt, családjából a szerénységet, az egyszerűséget hozta magával, a szegényekkel való együttérzést, a természet szinte mítikus szeretetét. Eredeti nevén Martoncsik József volt, erre keresztelték. A Mécs nevet 20 éves korában vette fel. Választott név tehát. Tudjuk, öröklött nevéről az ember nem felel, azt hordja minden különösebb indoklás vagy bizonyítás nélkül, kapja és viseli passzivitással. De aki maga választ nevet, az bizonyos mértékig vallomást tesz szellemi gyökereiről. Ez érzékelhető a Mécs név választásában. Egyik rendtársa fogalmazta meg úgy, hogy Mécs elmondhatná, Mécs vagyok, és nem fákja. Tehát nem füstöl, és nem éget, csak világít. A Mécs szelíd világító fény, nem kérkedő, de tisztító láng. Az oltári szentség előtt égő örök láng nevére is gondolhatunk e névválasztásban. Iskolai tanulmányait a Hernád Szent Istváni elemi iskola után Kassán, a katolikus érseki székhelyen folytatta a Premontreiek gimnáziumában. Egy diákkori képe. Az ifjút Szent Erzsébet lelkisége nyilván már korán megérintette, a szociális látás képességét bizonyára az ő példája is alakítgatta benne. Kassa védőszentje tudjuk Szent Erzsébet, akinek tiszteletére emelték a monumentális dómot a városközpontban. Egy belső kép is. A vidék, a Hernád, a Latorca, az Ung vidéke, ahonnan Mécs életútja indult, Rákóczi, Dobó, az Rínyiek, az Eszterháziak,
Erdélyi János, a tudós polihisztor néprajz kutató szellemiségét sugározza ma is. A dóm kriptájában van eltemetve II. Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi Ilona többek között. Ezek a nemzeti szellemi nagyságok alakították személyiségét, világlátását, erősítették magyarság tudatát. De legnagyobb hatással rá Prohászka püspök szociális gondolkodása, a keresztény szocializmusnak a szellemisége volt, ami leginkább hatott rá. Az érettségi után 1913 és 14 között a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett, majd 1914-ben kérte felvételét a premontrei kanonok rendbe, és 1916 őszén már mint rendjének tanárjelöltje folytatta tanulmányait. A fiatal szerzetes. A László szerzetesi nevet beöltözésekor kapta. 1918-ban szentelték pappá Jászóváron, ez egy régi képeslap távlati képe, és itt van a kolostor, és a templomnak is, a premontreiek templomának, a kolostori templomnak egy részlete. Hát, nagyon szomorúan kezdődött a felszentelése után a papi élete. A naplójában írta, felszentelésem után rögtön spanyol tüdőgyulladásba estem. 5 hétig nem tudtam magamról. Elaludtam Hungáriában, és a lázakból felébredtem Csehszlovákiában. Az 1918-19-es tanévben a kassai premontrei gimnáziumban kezdett tanítani kisegítő tanárként. Majd a magyar premontrei és evangélikus gimnáziumok megszüntetése után, ami 1919-ben következett be, megszűnt ez a lehetősége, sőt, az elkergetett magyar premontrei tanárokat az állandó zaklatásokkal még magánúton sem engedték tovább tanítani az iskolában. A középiskoláik helyén általában csehszlovák reálgimnáziumot indítottak magyar tagozattal, szlovák tanárokkal, a kassai gimnáziumot pedig kaszárnyává alakították át, és Medvecki Károly, Szlovákia teljhatalmú miniszterének egyházi referense, a következőket tudatta 1919-ben a jászóvári prépost prelátussal. Ez az apátnak megfelelő tisztség a premontreieknél, a prépost prelátus. A főapáti tisztségnek megfelelő. Következőket mondta. Döbbenetes. Mivel a premontrei kanonokok 1000 és 1000 szlovák ifjúnak vették el a nemzetiségét és anyanyelvét, azért a Csehszlovák Republikában soha többé tanári állást nem viselhetnek. Ugye hasonló, mint amilyen dolgokkal találkozunk Romániában a csángókkal kapcsolatban, hogy kik a csángók, hogy elmagyarosított románok, vagy elrománosított magyarok, ahogy mi tudjuk valóságosan az eredetét. Tehát ezer és ezer szlovák ifjúnak vették el a nemzetiségét és az anyanyelvét a premontrei magyar gimnáziumba. Döbbenet. Később ezeknek a premontrei tanároknak még a honosságukat is elkezdték vizsgálni, kimondottan azzal a céllal, hogy aki nem született az akkori csehszlovák területen, azt kiutasíthassák az országból. Mécs a felvidéki premontrei gimnáziumok megszüntetését követően egy évig a jászóvári anyaházban volt könyvtáros. És most nézzük a költői vonalat, hogy ez mikor jelentkezett.
és hogyan alakult ki. Már gimnazista korától az irodalom kedvelője és művelője volt. A zászlónk folyóirat hasábjain, ja igen, itt van, amit olvastam, a folyóirat hasábjain, zászlónk folyóirat hasábjain 1915-től már különböző versei megjelentek, és irodalmi folyóiratok is közölték a költeményeit. Lelkesen olvasta az Élet című lapot, melyben ekkor bontogatta szárnyát a megújuló vallásos ihletésű líra két kiválósága, Harsányi Lajos és Sik Sándor. Mécset is az Élet avatta költővé, az Élet folyóirat gondolkodásmódjának elmélyülését, az első pesti egyetemi évek alatt pedig Riedl Frigyes, jeles irodalom történész, aki Arany Jánosról írt tanulmányt és monográfiát, ő neki köszönhette. Előírt tanulmányai mellett szívesen foglalkozott azonban magyar és latin klasszikusokkal is, elmélyedt Petőfi és Arany János lírájában, az úgynevezett glóriás dallokok, ahogy hívták Adit és Sik Sándort, modernségével is megbarátkozott, csak a szélsőséges avantgárd irányzatoktól idegenkedett. 1920-tól 30-ig nagykaposi plébános volt. Ez a nagykaposi templom, ahol ő szolgált. Itt a magányban érett igazi költővé, és később is a költészet küzdelmeit egyedül vívta meg, bár sok barátja volt. Hát mondjuk ez valóban egy olyan személyes műfaj, a líra, amihez a magány kell, és a befelé fordulás bizonyos értelemben. Szép emléktáblát is állítottak Nagykaposon a tiszteletére, és itt egy közelebbi is tábláról, és itt, mint említettem, 2005-ben egy nagyon szép ünnepséget rendeztek, amin részt vehettünk a kedves barátnőmmel, Judittal. A 75 éves szolgálatának a befejezése alkalmából, jubileum alkalmából volt itt egy nagyon szép ünnepség. Ez a két bal oldalán látható úriember, Gabri Rudolf, aki egyike annak, aki a Mécs kultuszt és a magyaroknak a kulturális életét szervezi, egy úgynevezett magyar közösségi kultúrházat vezet, és ebből az alkalomból összegyűlt nagyon sok fiatal diák és fiatal értelmiségi, akik gyönyörűen énekeltek, verset mondtak, magyar verseket, Mécs verseket mondtak. Nagyon szép ünnepség volt. A nagykaposi korszakában adták ki az első verses kötetét is, 1923-ban, melynek Hajnali harangszó volt a címe. Bárci Zsófia, Felvidéken élő Mécs kutató, Mécs László kutató, tanulmányaiból tudjuk, hogy Szlovákiában Mécs fiatal korában, tehát akkor, amikor megjelent ez a verses kötet, még nem létezett országos szervezettségű könyvkiadás. A könyvek magánkiadásban különböző lapok védnöksége alatt jelentek meg, és a terjesztésük is nagyon nehézkes volt. Mécs első kötete Ungvárot egy vállalkozó kedvű nyomda tulajdonos jóvoltából azon ritka könyvek között emlegethető, amelyeknek a szerző és a nyomda őszinte döbbenetére megtérült a kiadási költsége. Mécs élete végéig büszke volt rá, hogy önerőből az egyház vagy bármilyen más intézmény támogatása nélkül jelent meg ez az első kötete. Ugyanebben az esztendőben, tehát 1923-ban kezdte meg előadók körútjait is, melyhez az impulzust, az indítékot, az isteni gondviselést teremtette meg. Nem lehet rá más mondani, mert valóban olyan véletlen, hogy most így prózailag, profán módon, véletlenek sorozata
előzte meg ezt, soha életében nem szavalt. És itt most az történt, hogy szavalnia kellett a versét. Nem tudom, hogy ki az, aki... János, vagy Jani, te. Tubai Béla. Igen. Nem ez a Mécs Lászlónak az emlékezése. Ja, az első nyilvánosodásáról. Igen. Ungváron 1922 vége felé lázba jött a felvidéki magyarság, mert a csehek engedélyezték az első magyar ünnepet Petőfi születésének 100. évfordulójának megülni. Rácz Pál bízták meg a megrendezésével, aki a Raszinszkói Magyar Hírlap szerkesztője volt. Akkor én nagykaposon volt, plébános voltam. Vicinálison egy óra Ungvártól. Pali eljött hozzám, és ünnepi ódát kért, azon kívül egy előadást Petőfiről. Az előadást megígértem, hiszen nem régen az egyetemen hallgattam Rédli Frigyes előadását Petőfiről 2,5 évvel át. Az ódát ellenben megtagadtam. Nem tudok alkalmi verseket írni, válaszoltam. Mikor elment, mégis összetákoltam egy verset, házasítva Petőfi korát a miénkkel. Pali megint eljött, tetszett neki, és elvitte, hogy szavalót keressen hozzá. De nem talált, hisz tőlünk, felvidéktől minden és mindenki megszökött az államévforduló idején, bank, színész, stb. Kapacitáltak, hogy én szavaljam el. Soha életemben nem szavaltam. Mindegy, próbáld meg. Mikor elment, bevágtam, sokszor elmondtam a tükör előtt. 1923. január 1-én a színházban elszavaltam. A közönség 20 percig állva tombolt. A székek ülőkéjének verték a vendégek a támlát. Mikor kimentem szellőzni, oda jött hozzám egy tagba szakadt erős úr. Havas Manó vagyok, az Új Közlöny szerkesztője. Mivel szolgálhatok? Kérem, ajánlattal jöttem. Én a zsidóktól összeszedek 2 hét alatt 200 000 cseh koronát az úrnak. Hagyja ott a reverendát. Miért? Élje ki magát, és írja ki magát. Hát akkor nem kell ott hagyni a reverendát. Arany János civil és kálvinista volt, de minden sorát imprimatúrral jellemezni a pápa. Mégis, gondolja meg. És akkor itt most azt hiszem, hogy a szellemidézés az van valakinél? Nálad van, jó, mert nem tudtuk, hogy van-e. Igen, légy szíves, tehát most a versből jön egy részlet, amivel a nagy sikert alapít, vagy... Alakította. Szellemidézés. Század lépett az időnek évmérföldes nagy csizmája azóta, hogy az alföldre csoda esett, csillagos. Csúfos télen csíra pattant, egy költőszív tündérfája fulladott be az alföldbe, szíva ősi, illatos, titkos termő szent erőit. Szlávba oltott szent magyar bár. Akkor is reménytelen tél volt, mikor megszült anyád. S még felnőttél, a ma híres nagyvarázsló Március várt, hogy rád szórja minden álmok legszebb kincsét, aranyát. A Kárpát övezte földnek minden talpalatnyi részét vándorlával végigjárta Március ég alatt. Minden szívben a reménység énekelve rakta fészkét. Ugarakban új barázda, úton acélos lábadó. És te jártál magvetőként, a ma híres Márciusnak, életvemhes húmuszán, szórtad a piros magot, szabadságnak, szerelemnek, s mindenfajta életjusnak szent igéit szórogattad. Aztán vérvihar komorlott, s a pacsirta vélesett. Vészfiárgó vércse hangja a riadt szívekbe sírta víjogását, míg halál járt egy legalább jég felett. A jó szabadságharc bukásáról szólnak ezek az utolsó sorok. És ezt követte
úgynevezett előadói diadalút, valóságos diadalút, a Kárpát-medence szerte. Az ungvári est után ugyanis özönlöttek felkérések, meghívások, előbb szűk körben, majd egyre tágult a kör. Később király Helmeci plébánossága idején, 1930-tól 44-ig már egyre többször kellett engedélyt kérnie a prépost prelátustól, hogy vihesse a verseit az új határokon túl is, és az üzenetet a világ magyarsága elé vigye valóságos diadalmenettel. Nem lehetett neki megállt szabni, bár a prépost többször kérte Mécset, hogy a politikai tartalmú szereplést mellőzze, mert azzal rendje amúgy is megtépázott helyzetének csak árthat. Abban az időben ugyanis hát nyilván minden ingóságukat elkobozták, ugyanúgy Magyarországon is történt ez az egyházakkal, a kolostorokkal, és ugyanakkor állami adózásra kötelezték a remontrei rendet. Az elöljáró később látta fegyelmezetlenségét Mécs Lászlónak egyébként, ez van amögött, én úgy sejtem, mai napig egyébként, hogy ilyen fegyelmezetlen szerzetes volt Mécs László, tehát nem tudott ellentállni a missziónak, ami küldte őt, sodorta őt, és nem volt megáll benne, és így tulajdonképpen egy kicsit valószínűleg hát feszültség alakult ki a rendi vezetés és Mécs László között, emiatt a dolog miatt. És talán ide vezethető vissza az is, hogy nem Felvidékre vonult vissza a jászói kolostorba, ami azért akkor is működött, hanem Pannonhalma fogadta be őt. Egyébként én a mai napig tapasztalom, mert most nemrég a Csornai apáttal, aki szintén egy erdélyi származású szerzetes, beszélgettem, és hát próbáltam firtatni az engedetlen Mécs Lászlóval kapcsolatos dolgokat, de nem nagyon törődnek vele, pedig Csornán is, még múzeuma is volt az előző apát idején, kis múzeumot is berendeztek, szobrot állítottak neki, igaz, hogy nagy kultusza nem volt, de hát azért ez egy eléggé szomorú helyzet, de hát ez a helyzet. Egyházi körökben nem tud az ember beleszólni és hát inspirálni. Tehát olyan langyos, mondjuk így, hogy langyos a helyzet Mécs Lászlóval kapcsolatban a premontreiek viszonyát illetően. A lirikusi papi szolgálata ezután teljesen összeforrt a költészetével. Verseivel evangelizált, saját kifejezéseit mondom, hogy minek nevezte magát, mint fehér barát, mint vándorlantos, mint Krisztus hadseregének igrice. És oszlatta a ködöt a Trianon után elszakított országrészeken. Ezek az előadó körútjai valóságos lelki gyakorlatok voltak. Fantasztikus. A legkisebb településen is több százan összegyűltek, hogy őt hallgassák, és erőt merítsenek magyarságukban nyilván. A nagyobb városokban pedig 1000 főt is meghaladta sokszor a közönség részvétele. Verseit maga szavalta szuggesztív erővel. Nem csak lírai igazságokat fogalmazott meg, hanem evangéliumi fényt, üzenetet is közvetített. 2005-ben, most itt van egy pár Király Helmeci kép, ez a Király Helmeci szolgálatánál az egyik, a főoltár, a templomi főoltár, és akkor itt mondanám, hogy a jubileumi ünnepségen 2005-ben, amin részt vettünk, Pásztor Zoltán, a Kassai Egyházmegye püspöki helynöke
a szertartásról szent beszédében nagyon szépen elismerően emlékezett rá. Többek között azt mondta, amit leírt életében, ma is hiteles és aktuális. Ezért lehet méltán büszke rá nemzetünk is, egyházunk is, s vehetünk róla példát mi, mai magyarok is. Ezután emlékezetes estjei voltak Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken, és a fellépései célba találtak, célt értek el, mert a magyar közösségek összetartása ezáltal erősödött. Mécs olyanokat mondott ki, akkor és ott, amit akkor tehát senki nem mondott ki. A Trianon utáni történelmi bénultság, majd a kétségbeesés rettenetes állapotából a kiutat ő is, mint reményik Erdélyben, az ellenség kép feloldásában, az együttélő népek együvé tartozás tudatosításának erősítésében és a közös célok megtalálásában jelölte meg. Itt van egy erdélyi kép. A felirat szerint csak az alsó sort kell néznünk, mert a felsők azok három férfiú, azok eléggé ismeretlenek nyilván. Tehát azt mondja, hogy a képről jobbról megismerjük Nyírő Józsefet, akkor a balra Kemény János, a marosvécsi irodalmi társaságnak a vezetője, és aztán Reményik Sándor a második balról, és mellette Áprili Lajos, és hát jobbról a Nyírő mellett megismerjük Mécs Lászlót, a fiatal Mécs Lászlót. És itt pedig egy kolozsvári előadó körútja alkalmában a könyveit dedikálja a résztvevők jelenlétében. Magyarok és szlovákok, magyarok és ruszinok együttéléséről beszélt, zsidók és magyarok kibéküléséről. Azonosult Ady Endrének és Bartók Bélának a Dunamedence népei megbékélésének egyetlen lehetőségéről vallott nézeteivel a német lászlói tejtestvérek gondolat jegyében. A békességszerző keresztény szellem hangja szólalt meg már az említett első verses kötetében, a hajnali harangszóban is, melynek címadó verse fejezi ki legmegragadóbban azt a gondolatot, azt a nézetet, ami tulajdonképpen, mint említettem, az erdélyi transzilván szemlélettel rokon. A felvidéki Mécs László és az erdélyi Reményik Sándor sorsában és küldetésében ugyanis sok közös vonás fedezhető fel. Említettük az előbb, hogy Mécs tinódiként, a végvárak kronikásaként fogta fel költői küldetését. Reményik pedig a Trianon utáni időszakban végvári álnéven írta meg, kesergő, tiltakozó, lázadó jellegű költeményeit. A költészetük azonban, miután látszott, hogy nincs kiút, illetve a kiúttalanság látszott a trianoni kialakult állapotokból, ezek után a lázadó hang lecsendesült mind a kettejüknek a költészetében, és hirdették, hogy a kényszerű történelmi helyzettel való megbékélés az egyetlen megoldás, az erdélyi népek közötti testvériség erősítésének a tudata, illetve a kisebbségi humánum és a közösségi küldetéstudat eszméje. Ez az egyetlen út a magyarság megmaradásához. Vagyis, mint ahogy Reményik fogalmazott az ő erdélyi vonatkozásában, az erdélyi végzet helyett az erdélyi hivatás, megértés szükséges az emberek és a nemzetek között, az egyetemes humánum védelmében. A szavak behelyettesíthetők,
felvidéki vonatkozásban, ugye, tehát nem felvidéki végzet, hanem felvidéki hivatás és közös célok keresése az egyetlen út ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon. Hát ez tulajdonképpen az autonómia, ami már Trianonnál, meg már sokkal régebben elkezdődött ez a kérdés, ennek a kérdésnek a megoldása, és a mai napig megoldatlan. Hallgassuk meg most mindezek illusztrálására Mécs Lászlónak a Hajnali harangszó című verséből egy részletet. Nem tudom ki. Mécs László, Hajnali harangszó. Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom. Szörnyű éj volt. A megőrült csillagok mind vért röhögtek. Vad vigyorral vért köpött a máskor lányos szűzi hold. És az ember sárkány magból sarjadt fattya véres rögnek elfeledte, hogy az arca régen Krisztus arca volt. Álmodott vad háborút, és vércsurgott le testén, lelkén, s népek közt és szívek közt a szivárvány híd leszakadt. Jaj, mocsár van, förtelen van még mindig a lelkek telkén, sátán gubbasz éltünk fáján, s mind levágja, ami jóság bimbósodva kifakad. Elég volt az éjszakából, álmodjunk már hajnalt végre. Milliónyi kakastorka, kúrjancs, hajnalt hívogas. Minden szívből, piros szívből kukorékolt fel az égre. Minden vándort útra küldj, és minden csírát szólogas. Kongatom piros harangom, ifjú szívem, kongatom. Most idézlek, minden szépség, minden dolgok színessége, minden magból, minden élet, minden szívből, minden jóság, jöjj elő! Színesedjetek harasztok, mókáz, virgonc ágak vége, bár már délpuhít kökénykét, s zuzmarás a legelő. Hullószányban is pírlappan, s minden ember szívbe mélyen vár a jó mag, melyet egykor elszórt a nagy magvető. Uramisten, add meg nékem, úgy zenéljen kis harangom, kongásában minden testvér élte titkát lejje meg. Társat sejtsen szívem ellen, aki koldusan barangol, testvért, vele együtt sírót, aki álmokat temet. Tánc feszüljön a harangba, hajnal ember szirontánca, mely magyar lányt, tót fiúcskát, testvért táncra köndörít, gyermekkezet gyermekkézbe, lelket fűzzön tavaszláncba. Gyűlöltünk már Káinót, Béli másik csömeréket. Átkozott, ki most sem áll a testvércsókos hajnaltáncba. Átkozott, ki székelyt gyilkol Szent Istvánkor. Zsidót gúnyol szombaton. Kongatom, piros harangom, ifjú szívem, kongatom. Mint említettem, Mécs küldetésének az alapeszméje az a keresztény szocialistáktól képviselt gondolat volt, amelyet egyszerre jellemzett a megalázottakkal, a megnyomorítottakkal való szolidaritás, a szociális igazságtalanság miatti felháborodás, illetve az a gondolat, amely az új, a jobb élet reményét, útját, a történelmi igazságszolgáltatást is az isteni törvények követésében, az ember önmagát jobbító törekvésében látta. Szabó Ferenc, jezsuita irodalomtörténész írta Mécsről.
Mécs azt a keresztény szocializmust képviselte és hirdette verseiben, amelyet ezt kifejezetten el is ismerte, Prohászka sugárzó hatásának köszönhetett. Ő lélekben egy őszinte forradalmár volt, de az erőszakot elítélte. Ezüst Mise című versében írja. Ember vagyok, s magyar, ki istenülő célt akar, ki forradalmár, de belül. Tény az, hogy amit Prohászka a szószéken, a konferenciákon, könyvekben mondott prózában, azt Mécs László versben írta le, és sok ezer hallgató előtt mondta el. És nem csak hirdette, hanem maga is gyakorolta. Már Nagykaposon plébánosként 50 rakás fát vásárolt, és azt odaajándékozta a szegényeknek. Együttérzése szokatlan volt az akkori félfeudális társadalmi millióban, de még az egyházi környezetben is. Támadták is egyébként egyházi oldalról is. Rendi naplójában olvasható többek között legendák maradtak fenn arról, hogy tevőlegesen is hogyan segített minden betérőnek, aki kenyeret kért a plébánián, és hogy egy szegény embernek egy alkalommal még a saját cipőjét is azonnal levetette és odaadta télvíz idején. Jótékonysági estjeinek előadó körútjai során jótékonysági estjeinek bevételét rendre, templomok, iskolák, kultúrházak építésének költségeire ajánlotta fel. Felbomló félben lévő egyleteket, intézményeket juttatott fellépéseivel a válságos időszakokon átsegítő bevételhez. Többek között egy alkalommal a Vigília folyóirat anyagi nehézségekkel küszködve az ő nevét tűzte címlapjára, hogy így elkerülje a megszűnést. Versei a népnyelvén szóltak, a népnyelvén a szegénység problémáiról. Ha kellett, az állam a rendszer felelősségére is rámutatott. Sokszor kritikusan szólt az egyházról is, de mindig a megoldást keresve. Venni kezdem az Aranyhidat című versében, ekképp fogalmazta meg törekvéseit. Aranyhidat verek hitből, reményből, szeretetből, tavaszok eszmék filozófiák felett. Aranyhidat verek ahhoz, aki nem jött és nem megy, aki nem volt, és nem lesz, aki van. Ugyanakkor mélységesen elítélte egyes verseiben a magyarságukat megélhetési előnyökért feladó tartnyalókat, a Jánusz arcú, ahogy ő írja, és a Júdás lelkű magyarokat, akik kényelmesen a bűnös árral úsztak. Egyik nagyon szép verse, a Pisztrángok példája, ugye, amelyik mindig szemben úszik a fősodorral, és leírja, hogy hányan vannak, akik a sodor irányába hagyják sodortatni magukat. Tehát nem szállnak szembe. És hangsúlyozni kell, hogy mindezt a történelmi események változások útvesztőiben katolikus papként, premontrei szerzetesként tette, mint az egyház képviselője. Mécs ugyanis vallotta, az evangélium igéi nevezhetők szociális üzeneteknek is. Istentől a közösséghez szóló, mai szóval közjóra sarkalló, erkölcsi rámutatásoknak, intéseknek, magyarázatoknak. A jóság költője volt, a megértés mozgatta. Sok ellenhangot is kiváltott, például a Nyomor balladája című versével egyházi körökben is. A vers később egy egész kötetnyi szociális verset tartalmazó kötetének lett a címadója. E kötetből szinte himnikus erővel szakadtak fel a szeretet himnuszának igéi. Tehát itt sem a forradalmár,
az osztályharcos indulat szólal meg a költeményeiben, hanem az Istenhez vezérlő pap hangja. Hát aztán ez, emiatt ugye a nyugatosok és Íh és Gyuláék rengeteget bántották, nagyon csúnyán. Különösen érvényes ez ebben a kötetben szereplő a Munkás ünnepel című versére, melynek utolsó verszakában így ír. S hallgasd, mennyi szív zenél a földön, és örül körülted. Munkás szívek milliói, kik kórusba tömörültek, hogy kizengjék legszebb szebb jövőjük, szívük roppant orgonáján, mely az Istent ostromolja, legyen végre egy akol, s legyen minden ember testvér, földünk minden véres táján. Szinte hallhatjuk ebben az utolsó sorban Schiller örömódájának sorait, amelyeket Beethoven 9. szimfóniájában öltöztetett fel ünnepi köntösbe. A testvér lészen minden ember, merre lennek szárnyait sorát. Annak a parafrázisra tulajdonképpen ez az utolsó sor. A kötetnek a címadó versét, a Nyomor balladáját hallgassuk meg. Nagy húzatában mellett mentünk, valahol dolgos kazapengel. A vénkódus mesélte sorsát, olyan volt, mint egy őszakos. 30 évig szolgált a grófnál, ő vágott itten régen rende, ő is szántott itt, míg kezében, míg hegyként pattogott az orsa. E földbe szólt a ifjúságát, kitették, hogy kutyát kinyerték. Most koldul. Vak felesége mocsárba áll be minden reggel. Lábára másznak a pilcák, eladják, s így vesznek kenyérkét. Komoly kíváncsiságtól égve a lábhoz mentem az öreggel. Bűszött mocsárban állt az asszony svakon, révedve égre nézett. Szoknyája fel volt tűrve, combján sebek viroltak minden ráncon. Lelehajolt, kitapogatta, ha valahol új csípés érzett. Néha groteszkul unyolta, az ember járt a haláltáncon. Az úton egy képestett nővel egy bankászár, hogy autóban fürdőbe mennek millió lóg a férfi és női óraláncon. A vén vakasszony most lehajlik, megint fogott, s csak áll a tóban. Békák brekegnek és nevetnek az ember. Fehér lovas, finom kahinton küldözni arra, milyen püspök. Beteg lábán arany keresztjén a napsodát, bajzánul táncol. A vén vakasszony újra hajlik, és tölti a piócás püstöt. Békák rekegnek, és nevetnek az emberjárt a halálátáncot. Új hintó jó, a gróf s a lány. Utánuk a vidám cseléde, a vénasszonyból csúfot üznek, s röhögnek fent a városáncon. Felé fordul a vakasszony, s a zaj felé csak réved, réved. Békák brekegnek, gondolnak az emberját a halálátáncon. A Hajnali harangszó című kötete, ami tehát az első kötete volt 1923-ban, ezt megnyitotta a verses kötetek sorát, és 1923-tól 1944-ig, tehát a II. Világháború torkáig, hogyha ezzel a kifejezéssel élek, folyamatosan jelentek meg a könyvei, összesen 9 kötet. Mécs László korának valószínűleg legnagyobb közösség sikert alatott költője volt, írta róla Rónai László, irodalomtörténész. Kötetei több tízezres példányszámban fogytak el. Például az összegyűjtött versei, amit később említettem, hogy Buffalóban helyesebben, Amerikában adtak ki, az 32 000 példányban kelt el. A legolvasottabb lapok
első oldalon hozták a verseit. Nem csak Magyarországon, nem csak az anyaországban és a határon túl, hanem a nyugati magyarság folyóirataiban is. És eközben egyik szavaló körútja a másikat érte. Sikereit elsősorban sajátos, magával ragadó költői emberi magatartása magyarázza. Mécs László ugyanis sosem volt, nem is akart lenni, intellektuális költő. Mint a hazánkban akkor tájt vezető irodalmi klán, a nyugatosok nemzedéke. Ő nem volt és nem akart lenni poéta doktusz sem. De ugyanakkor nem volt amolyan kegyes stílusú papköltő sem. Az ő lírája emberségtől duzzadó, világias, szókimondó líra volt. Fellépései a szó nemes értelmében fellépések voltak. Atmoszféra teremtő képessége segítette ebben. Most hallgassuk meg egy irodalomtörténész tanárnak, aki többször hallgatta Mécs Lászlót, a megemlékezését arról, hogy milyen volt Mécs László az előadó körútjain. Mécs, a neves katolikus egyházi személy, már befutott költőként Szabol Este tartására kapott meghívást Sárospatakra. Egy maga által összeállított verses műsor előadására kérték fel. Már a megjelenése is imponáló volt. Mikor fellépett a dobogóra, rögtön magára vonta a figyelmet. Százak pillantása szegeződött rá, szép, hullámos szőke frizurájára, jellegzetes fejformájára, türkiszkész szeme, mai szóhasználattal élve, valószínűleg egy imás szakértő tetszését is megnyerte volna. Igen kedvező benyomást tett a közönségre. Elegáns ruházatában a premonteri szerzeteseket halványkék cingurussal övezett fehér reverendájában. Sokak véleménye szerint felejthetetlen jelenségnek tűnt. Amikor pedig hozzáfogott a szavaláshoz, közepes mélységű, dallamos bariton hangja szinte belopta magát az emberek fülébe. 1938 őszétől az első bécsi döntés értelmében Felvidék is visszakerült Magyarországhoz, ez a, ugye a Horthy korszak idején vagyunk, és Királyhelmec is, ahol akkor plébánoskodott. Ez frenetikus hatással volt rá, lelkesedett, és hát országos szintén szállóigévé vált az a verse, aminek az a címe, hogy Megjött a ló. Ugye ez utalás a fehér lovon belovagló, az átadott, visszakerült területekre érkező Horthyra utalás. Majd néhány képet mutatok is a vers alatt, amelyet most egy eredeti hangfelvételről hallgatunk meg. A verset egy hölgy mondja, azt nem tudom, hogy kicsoda, de nagyon. Jaj, bocsánat, nem. Hárman. De be volt állítva. Na most jó. Megjött a ló az én lovam. Valamikor ezen lovam Balassagárin boldogan, később Petőfi a Tündérország volt neki rajta Magyarország. Már a 20. századi költőnek rémlett Smaragdi Eló. Párizsból írt Adi, hogy pontatja a Tisza partját, s még a holtestét is elmutatja. Néken a ló szép, friss, fius, felvidéki március. Megint miénk a régius, Ungvár, Losonc ezt ordította, Komárom, Kassa, s hagyom, hogy Erdélyt is nyargalgassa. Nekem még mindig csodaló, szívek rétjén csodát faló, új legendába szárnyaló. Rápattanok, s Nagy Magyarország úgy tündökör, mint Tündérország.
megállítani ezen. Jó, elnézést. A két évtizedes kisebbségi sorsot átélt költő számára is megszűnt az első bécsi döntés után az útlevélkényszer. Ezután Budapesten és a vidéki városokban is megszaporodtak előadó estjei. És 1935-ben egy fantasztikus esemény történt. A párizsi és a berlini magyarok egyesületének a meghívására előadó körútra hívták nyugatra is. Mindenütt nagy siker kísérte. Keresztény humanizmusa és előadó művészete Nyugat-Európában is elismerést váltott ki. Bejárta előadó estjeivel Franciaországot, a Benelux államokat, vezető francia, német, belga, irodalmi folyóiratok főhelyen foglalkoztak rendkívül érdeklődéssel kísért előadó estjeivel. És hamarosan francia nyelven is megjelentek verses kötetei. És miközben, ahol csak megfordult, szeretet és elismerés fogadta, itthon, az anyaországban, a vezető irodalmi csoportosulás a nyugat berkeiben fokozatosan leszólták költészetét. Kezdetben köteteiről ugyan a nyugat is szívesen közölt ismertetőket. Kárpáti Aurél és Bálint György tollából méltányos kritikát is kapott, holott az ő lírai nyelve igen távol állott a főszerkesztő Babicsétól. Itt meg kellett pillanatra állnom, mert már Franciaországban éppen lecsengett, Magyarországon pedig a tetőpontján járt egy irodalmi stílus, a l'art pour l'art stílus jegyében ezt poézi purnak nevezték, tiszta költészet magyarul, és ez azt jelentette, hogy a költészet a költészetért van, tehát nincs a költészetnek olyan feladata, hogy bármiféle társadalmi vagy egyéb hazafias célokat szolgáljon, csak a szépségről és a rúdságról írhat, és csak a forma az elsőrendű szempont. Tehát, hogy a forma az tökéletes legyen, a tartalom az tulajdonképpen, ez a Mallarmé-nak volt a francia költővezérnek az ideája, és hát Franciaországban az a Paul Valéry nevű költő, akit bálványoztak Magyarországon a nyugatosok ebben az időben, Mécs idején, ő is valamikor ennek a poézi purnak, tehát a l'art pour l'artnak volt a költője, de abba hagyta, és hát tulajdonképpen Franciaországban is már teljesen lecsengett ez. Talán éppen annak a felfedezése, hogy van másmilyen fajsúlyosabb irodalom is, ennek a következménye volt talán az, hogy Mécs Lászlót olyan frenetikus szeretettel és megbecsüléssel fogadták mindenütt. Talán a franciák ugye nagyon, az avantgárd is erre mutat, nagyon szeretik az új dolgokat, tehát az újításokat, nagyon feldobja őket, és rendkívül tudnak lelkesedni minden nyitás iránt. És valószínűleg az a nemzedék, amelyik ekkor élt Franciaországban, nyilván még talán Villon, meg egyebek francia szerzőknek, irodalmároknak a verseivel még nem találkozhatott, vagy azzal a közeggel, amelyikben a hazafiasságnak, vagy a nemzeti gondolatnak, az erkölcsi témáknak még volt ázsiója, abban ők már nem értek, és valószínűleg ez egy új fordulat volt nekik, hogy ráadásul egy pap költő, ugye hófehér reverendába és kék cingulussal kiáll, egy fiatal, mert fiatal költő volt. Igen, hát arról nem beszélve. Igen, tehát ez valami, egy újdonság volt, hogy létezik ilyen. Hogy ez valami csodálatos új dolog. És teljesen elragadta őket ez a téma. Na most a
Később, tehát ugye mondtam, hogy egy-két lírai költeményét közölte a Nyugat kezdetben, később azonban a legvehemensebben támadták a Nyugat oldaláról, mondván, hogy lírailag korszerűtlen. Aztán modoros keresztény a gondolatisága. Új formákat költői stílust nem alkalmazó a versbeszéde. Ösztönös költő. És még azt is mondták, ugye nem is egy közülük, később Vas István is megerősítette, hogy az nem irodalom, amit ő végez, vagy amit ő ír, amit ő alkot, az nem irodalom. Az abba a kategóriába nem sorolható be, amit irodalomnak nevezünk. Na most azért ebben van valami. Annak ellenére, hogy ugye most itt azt bizonygatom, hogy a nyugatosok milyen szigorúak voltak, tudnélik, fölfogható ez úgy, hát napjainkban is mennyi videó és digitális új műfaj jelentkezik az életünkbe. Gondoljunk csak rá, hogy ezelőtt 10 évvel mikor kapcsoltuk mi be az internetet, hogy megnézzünk egy videót, amit valaki küldött nekünk, vagy valamiről egy kis prezentációt megnézni. Nincs. Na, tehát valószínű, és ezt egy franciaországi nyelvész, aki szervezésében benne volt a Mécs László esteknek, mert később többször is Franciaországba meghívták, valószínűleg ő felfedezte ezt, hogy ez tulajdonképpen egy új műfaj. Tehát, hogy egy költő, ez nem általános, hogy a költő kiáll és mondja a saját verseit, és előadó művészi szinten mondja a verseit. Tehát, és elválaszthatatlan, tehát nincs olyan hatása a verseknek, hogyha olvassuk, egyébként valóban, és nagyon sok verse rettenetesen túlírt. Azért is van mindegyikből most, hogy részleteket szemeltem ki, hogy részleteket mondjunk csak el, mert őrült hosszúak. Ez is igaz, hogy szinte expresszív szárnyalásúak és áradásúak ezek a versek. Tehát, hogy szinte nincs vége. Nagyon értékes minden versszak, minden gondolat, de egy idő után túl sok. Viszont ha mondja az előadó, és úgy mondja, ahogy Mécs László tudta mondani, akkor az nem unalmas, és az nem tűnik olyannak, hogy na már mikor lesz vége. Nem gondolunk arra. Tehát ez egy új műfaj, teljesen összenőtt a vers és az előadó művész. Elválaszthatatlan. Mert különben nem születik meg a művészi mű, az opusz. Senki sem úgy elmondani, hogy a Pinszki átjut a saját verseit. Igen, de hát mondjuk, hogy ha most arra gondolunk, mert én nekem mindjárt a Vörös Sándor jut eszembe, hogy az meg milyen rettenetesen gyönyörű verseit, milyen rettenetesen nyöködve magukra mondta, amikor hát több alkalommal volt, hogy kérték, hogy olvassa fel a versét, hogy szinte nevetséges volt, bocsánat a kifejezésért, de tényleg. Úgyhogy nem általános. És tulajdonképpen ilyen értelemben Mécsnek nincs is utódja. Tehát egyedüli a magyar költészetben. Ezekkel a képességekkel és ezzel az új műfajjal. Nem volt követője azóta sem. Elődje volt például Petőfi is március 15-én maga szavalt el. Na jó, de hát nem járt előadó körutakra. Na. Hát jó, de... Na. És azért a Petőfi verseket olvasva is nagyon tudjuk élvezni. Szóval azért mégiscsak van valamiféle különbség. A legfőbb támadás I. és Gyula részéről érkezett a Nyugat hasábjain 1933-ban. Katolikus költészet című írásában fogalmazta meg szigorú véleményét Mécsről, Mécs költészetéről. Ugyan általánosságban a katolikus költészetet vette a tollára, és hát összehasonlította a francia
teológusoknak az irodalmi munkásságával lekicsinyítve és leszólva Mécsnek a korszerűtlenségét, de a legfőbb gondot a világnézeti kifogásai okozták, ez kiderül a szövegből. Ezt azt hiszem nem adtam senkinek, ugye? Akkor viszont itt lesz, igen. Tehát ezt írta I.S. Gyula a Nyugatba. Katolicizmusa, amit világszemléletének vall, a keresztény szocialisták magatartására emlékeztet, akik sötét színekkel festik a nyomor, zúgnak még a kapitalizmus ellen is, de a tanulság levonásakor a harc pillanatában okosan eszükbe jut, hogy Isten a gondviselő, és majd ő lesz a szabadító is. A vallás az ő költészetében is csak vers szerkezeti elem, vagy ami még rosszabb, retorika. Biztatnám őt egyszerűségre, szerénységre, önbírálatra, és külsőségek helyett elmélyedésre, belső hitvallásra, ahogy azt a katolicizmus is megkívánja. Hát szinte nevetséges, ugye, hogy I.S. Gyula kioktatja a premondrai szerzetest. Majd később még ostorozó béllel folytatja. Mécs versei, nem tudom, hogy megvan-e, megvan. Mécs versei öncsalásra tanítanak, mert arra intenek, hogy a lélek parancsa a tökéletesedés, ezért a lesújtó csapásokat is megbékéléssel kell fogadnunk. Amit mond, az se hideg, se meleg. Politikának és taktikának talán katolikus, de se eszménynek, se világnézetnek nem az. Erkölcsi tanítása még csak nem is skolasztikus, hanem iskolás. Idejét múlt a vátezkedése és a versművelésben való hiányosságai miatt megkérdőjelezhető, hogy amit művel, az költészete, vagy csupán ripacskodás. József Attila is kemény tollal írt a Toll című heti lapban, 2 évvel korábban, 1931-ben, egy gonoszkodó, gúnyos hangvételi kritikát Mécs ellen. Azt írta róla. Tudomásul veszi a szegénységet. Módjával ugyan, de fáj a szíve a szegényekért, és néha a gyermek ilyen elcsodálkozik azon, hogy egyáltalán vannak. Jól látja, hogy a szegények óriási ereje tömegükben van, hogy gyengeségüket pedig a szervezetlenség hozza magával. Tehát kereszténységet prédikál, naív. A naívságot, magyarul az együgyűséget sokan a költő ékének tekintik. Én nem. A Nyugat gyanakodva majdnem ellenségesen, szinte megvetéssel szólt lapjain Mécsről, úgymond tömegigényeket kiszolgáló előadó körutakat tart. Nem csak Mécset bírálták, ráadásul nem csak Mécset bírálták, hanem a közönségét is. Ugye, akik százával, ezrével gyűltek össze. Tehát, hogy lelki gyakorlat értékű előadásait hallgassa, és mint verses evangelizációt magával szívja a nép, majdnem, hogy a buta nép, ugye, így írtak róla. Mécs azonban korrekt módon és bátran válaszolt I.S.-nek és az őt szapulóknak. Az irodalomnak bele kell vágnia az élet elevenjébe. Én verseimet nem az örök hírnévre való kacsintással írom, hanem balzsamul a szívekre. Erdélyben Reményik Sándor is tollat ragadott, hogy szellemi lelki társát védelmébe vegye. A Pásztor Tűz című irodalmi folyóiratban így írt Mécsről, hát, ha meghalljuk, akkor elmondhatjuk, hogy a szavai félelmetesen idézik jelenkorunk szellemi ellentéteit, azokat az irányzatokat, amelyek jelenkorunkban is feszülnek egymásnak. Ezt írta. Mécs Lászlónak vannak olyan csúcsai,
amelyekre nem fog eljutni sosem I. és Gyula, sem én. Vádolják őt, mert szereti a világot. Minden vádpont más-más módon sebzi ki a lelkét. Pártok, világnézetek, iskolák, akadémikusok és forradalmárok, konzervatívok és radikálisok, hívők és hitetlenek, nacionalisták és nemzetköziek jönnek, és rádobják köveiket, mert szereti azt, amit ők nem szeretnek. És ő minden vádra azt feleli, igaz. De harcának új meg új fordulói bontakoznak ki, mindig egy lépcsőfokkal magasabbra emelkedik, és minden elért lépcsőfok egy-egy győzelem. Mi vagyunk a hallgatóság, a költészet szellemei, a tanúk, a tárgyalóterem, a végtelenség, és Isten a bíró ebben az óriási perben. Valójában Mécs nemzeti keresztény költészetének meghatározó lelkiségét, azaz ars poetikáját, ha keresni akarjuk verseiben, leginkább a Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld címadó és kezdő sorában találjuk meg. A költőt vallásos áhítat és az Istenhez tartozás öröme hatotta át, tudta és tudatosította, és ez a lényeg. Hogy azért vagyunk a világon, hogy jobbá váljunk, és ezáltal a világot is jobbá tehessük körülöttünk. Ezt most, ezt a verset hangfelvételről hallgatjuk meg. A vers alatt látjuk a kertészt is, akiről beszél. Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret harmad. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, vaktában érek, egy messzi kis tanyára. A kakas még az ólban pitymallatot ripongat, az égbe fúrt pacsirta, fittyet hány éjjé gondnak, dalától messzerebben bimbólott bánat szemdel. A ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus, van formája és nézése, a félszemére vak és helyén gödör van vésve. Haja nyiratlan, félősz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, és kérdem, mi jót csinálgat bácsi? Zord bömbölő beszéde minden zugot betölt. Vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkén ül, salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel, egy sefös lény. Közöttük ül, szemezget a félszent, félig őrült, s beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja csókja égett minden új ember bimbón, és diplomaták, bitangok, 5 évig kaszabolták ágyékok szétvetését. A földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték. És mit elrontottak ők? Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok. Hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog, s még lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt, Vadócban rózsát oltok,
hogy szebb legyen a föld. A testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom, jóságos zenéje verset költ, vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Hasonló gondolatok szólalnak meg a Civis Romanus Sum latin című versben, magyarul én római polgár vagyok fordításban. Ez erdélyi előadó körútjai élményeinek hatására született ez a vers. Ebben azt írja, ja itt azért megmutatom, hogy ez a nagykaposi templom előtt látható az emlékszobra Mécs Lászlónak, és egy ilyen gyönyörű kis jelképes rózsakertet alkottak a szobor mögé, és ő fölülről, mint az őrizője a rózsáknak, ott áll és vigyáz. Tehát azt írja a Civis Romanus Sumban többek között. Szeresd az embert mind, ha mérget rejt is, s szeresd az Istent mindenek felett. Vagy a Fehéren és Kéken című versében, ugye, ami a szerzetesi ruházatára utal. Bárányfehér virágú ezer jó füvet vetek, hogy meggyógyuljon beteg szívetek. Mutassátok meg ellenségemet, véres kezét nem csókolnám-e meg. A Civis Romanus Sum, mondhatjuk, hogy a kereszténység és a magyarság ölelkező kapcsolatának a megszólaltatása vallomásos módon. E versét először Párizsban szavalta el, majd mindjárt találkozunk a párizsi eseményekkel, és akkor van valaki, aki erről a versről olvas részleteket. Magyarságon soha nem tagadtam, de soha nem is kérkedtem vele. Nem pávatól, egy mártír pillanatban csak a bőrömmel együtt jönne le. Magyarságon nem is átkoztam. Könnyen fizettem az adómat, tizedem, kálvária járásban, jajban, könyvben, kacajban, dalban, ma is fizetem. De aztán pont, nem csempészek dugárut, se ringáz, római polgár vagyok. Okmányomon a százszor is elárult Krisztus király pecsétje ég, ragyog. Országom az ország feletti Róma, az én országom ott van minden. Háromszor járt 1935-ben Párizsban. Egy alkalommal nem a magyarok közösségében járt, hanem tőzsgyökeres franciák voltak a hallgatói, és ez a Sorbonne Egyetemen volt. Professzorok és hallgatók 700-700 fős közönség előtt mondta verseit. Az est védnöke Verdier bíboros Párizs érseke volt. Költészetét Aurélien Sauvageau nyelvész, akiről az előbb említést tettem, híres szótár készítő méltatta. Ez a Sauvageau nyelvész később 1975-ben, tehát jóval később, a Finnugor etüdök című francia labban írt egy cikket, visszaemlékezve erre a Mécs estre. Magyar költészet Franciaországban, Mécs László epizód, ez volt a címe. Ebben olvassuk többek között. A Mécs által előadott és előzőleg franciára lefordított és a hallgatók között kiosztott verseket minden magyar szavalat előtt francia színészek olvasták fel. Az est végére a taps viharossá erősödött, és egy végső ünneplésben ért el a tetőpontját, mely a legnagyobb virtuózok előadásait kíséri.
A lassan széledő közönség, mely mintha még a csodálatosan zengő hang hatása alatt lett volna, azzal az érzéssel távozott, hogy valami újdonságnak volt a tanúja, hogy felfedezte magának a költészet egy új formáját. Szovázsó, ez a nyelvész, egyébként találó módon Mécs költészetét orál poézinek, orális költészetnek nevezte. Ez hangzó költészet tulajdonképpen, amelyben az előadó, és mint az előbb beszéltünk róla, az előadott szöveg elválaszthatatlan egymástól. 1936-ban újabb magyarországi sikerek következtek, újabb templomok épültek, művelődési házak a felajánlott jótékonysági estekből, ahol megjelent, mindenütt iskolák, templomok épültek. 1938-ban első francia nyelvű kötete is megjelent. Ekkor Franciaország mellett felkereste a Benelux államokban élő magyar anyanyelvű olvasóit is a könyvbemutatókon. Párizsban a francia Pen Clubban idézett, a magyar költészet világmárkájaként méltatták. Hát azért mondjuk ez is túlzás. Tehát valahol mindig középen van az egyensúly, de hát a franciák már csak ilyenek. Más országokban is úgy emlékeztek meg róla, mint a korabeli Magyarország legnagyobb élő poétájáról. A Sorbonne-on való előadásának megszervezésében Molnos Ripót, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója közreműködött, és az ő révén ismerkedett meg Paul Valéryvel, az ünnepelt francia költő és esszéíróval, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. Ebben felső fokon szólt Mécs László költészetéről. Közben kihagytam a Sorbonne-t, a Sauvageot, a nyelvészt, ugye, és hát egy ilyen Sorbonne-on való előadást lesz csak illusztráció, nyilván nem az eredeti. Tehát körülbelül egy ilyen tömeg lehetett ott, 700 fős tömeg. Azt mondja, hogy igen. Ja igen, itt a Paul Valéryjének az előszavából. Jesszus Mária, pedig ez nagyon fontos volna. Elnézést kérek, itt összekeveredte. Ez az. Néhány gondolatot. Néhány évvel ezelőtt abban a meglepetésben volt részem, hogy saját szemeimmel láttam egy költőt. Meg is mondja a költő a költőről, mert ugye ő is költőként indult. Megismerkedhettem egy költővel. Azt akarom mondani, hogy láttam valakit, és beszéltem valakivel, akinek első látása, hallása megragadott. Minden bizonnyal az utóbbi 51 néhány év alatt találkoztam és megismerkedtem nem egy személyiséggel, aki a vers művészetének szentelte magát, és nem egy közülük igen ritka értéket képviselt. De legtöbbjüknek megjelenése nem sugározta lírai lényüket. Elég gyakran láttam Le Comte de Lisle-t, Verlaine-t, szoros kapcsolatok fűztek Mallarméhoz, sokszor felkerestem Herédiát, a kávéházban néha beszélgettem Moriával, Henri de Régnier barátaim közé tartozott, és Gabriel d'Annunzio meghívott otthonába a Gardató partjára. Kétségtelen, hogy ezek a különböző költők, alig hogy egy-két szót váltottunk, azonnal megleptek teremtői lényük csodálatos természetével, de aztán beszélgetésünk valahogy elfakult. Viszont alig, hogy Mécs László közelébe jutottam, rögtön megragadott személyiségében az a vibráló érénység. Nemes és meggyerő arcán tükröződött a vágy, hogy meg akar érteni és értetni,
amivel azonnal meggyőzi mindazokat, akik szellemi gyónásra képesek. Ez nagyon jó ez a kifejezés. Hangja meleg volt, a leggazdagabb árnyalatok kifejezésére képes és mélységes. Az én hangom fakó és elég gyenge. Az volt az érzésem, hogy papírpénzt cserélek ki az ő aranyával. Most tulajdonképpen már nagyon elment az idő, úgyhogy én nem akarok itt. Nem tudom, valaki kimaradt még a felolvasásra? Nem. Akkor szeretnék befejezésül egy ilyen csattanót a végére tenni. Tudnélik, amikor már évtizedek óta, több évtizede, hiszen 53 óta már Pannonhalmán élt, tehát akkor mondjuk 20 éve körülbelül Mécs László, és egyszer egy alkalommal meglátogatta Éhes Gyula. 3 nappal a halála előtt. Fantasztikus. Napló jegyzeteiben a következőket írja, és ez fényt vetít arra, hogy tulajdonképpen Éhes Gyulában egy őrületes nagy irigység volt. Mécs László iránt. Egy őrületes irigység. Ezt jelzi az is egyébként, ugye, hogy hát a nyugat az teljesen hallgatott, abszolút semmit, egy szót nem írt se a Paul Valéry véleményéről, meg arról, hogy megjelentek az idegen nyelvű könyvei, francia nyelvű kötetei Mécsnek. Egy szót nem írt arról, hogy a Sorbonnon milyen fogadtatása volt Mécsnek, teljesen agyon hallgatta a kérdést, és később Mécs László, vagy Éhes Gyula is Párizsban tartott egy előadást, el tudta érni, hogy meghívják őt, hiszen éppen ki is írja, az egyik irodalomtörténész, most teljesen lényegtelen, hogy mi a neve, írja, hogy tulajdonképpen, igen, Ocskai Lászlónak hívják egy irodalomtörténész, aki azt írja, hogy volt irigyelni valója a nyugatnak, és volt irigyelni valója Éhes Gyulának is. Tudnélik, még Adi sem tudott betörni nyugatra a verseivel. Mécsnek pedig tömegével adták ki, francia és német nyelvű, sőt, Hollandiában is megjelentek kötetei. És ugyanakkor antológiákba beválogatták a verseit. Na most figyeljünk egy kicsit. Azt mondja, a napló jegyzeteiben 78-ba írta, tehát a Mécs halálának az évében. Készülődés Győrbe, át Pannonhalmán. Álljunk meg egy fél órára. Odafelé nincs idő, de okvetlenül tisztelegnem illik Mécs Lászlónál, ha még ott van. Épp azért, mert hajdan olyan rossz volt közöttünk a viszony. Az én bírálatomra nyeglén legyuszizott. Babics utasította rendre. De most hány éves is? Meg az óriási előnye, hogy mellőzik, még az egyháziak is. Pannonhalma nem csak katedrális és múzeum, iskola és szeretetház. Évek óta itt él teljes visszavonultságban és többnyire betegágyban az öregség nyavajáival küzdve a költő Mécs László. Életünkben sose láttuk egymást, de pályánk egy pontján érdesen szembe kerültünk, még verset is váltva, éleset. Így foglalhatom össze, bandázs nélkül. Megkérdeztem, nem zavarnám-e, ha csak egy kézfogás erejére. A mostani, a 83. éve néha már súlyosan ránehezül.
az agyérelmeszesedése főképp. De vannak könnyebb félnapjai. Megkérdezik. A szerzetesi cellák az egykori lakószobáinak egyikébe vezetett be, egy fiatal polgári ruhában is, apácai mozgású és arcú ápolónő, csak engem. Nyilván megmondták neki, hogy kitiszteleg nála. Az üdvözlő szavak után úgy áll rajtam a szeme, mintha mégis messze mögém tekintene. Most már kéz kézben állok az ágy mellett, pehely fehér, pehely könnyű és puhaságú kezeket tartok a kezemben. De már mentegetőzve, hogy zavartam, s búcsúzóul szorítva meg ezt a csontalan kezet. Tekintett szóértésben lehet a karcsú kis ápolónővel. Egy oldal pillantására elfordul az, majd egy levelező nap nagyságú fényképpel lép vissza hozzánk. Szent kép. A takaróra teszi. Mécs László rá 3 napra halt meg, szenvedés nélkül, öntudatlanul. Ennyit tudott róla Hiés Gyula. De Korzenszky Richárd többet tud róla, hogy mi történt a látogatás után, ugyanis ő akkor terjele volt Pannonhalmának, és nagyon sokszor látogatta, ugye már akkor 2 évtizede volt ott Pannonhalmának, Mécs László, tehát jó kapcsolatba kerülhettek nyilván. Még akkor frissebb volt, nem volt annyira beteg. Következőket, jaj, ez nem az, mindig itt ezekkel vagyok bajban. Igen, következőket mondja, azt mondja, anekdóta őrzi annak emlékét, hogy miként követte meg így és végül 83 éves, a 83 éves beteg költőt a halál előtt Pannonhalmán. Olvasni Korzenszky Richárd naplójegyzeteiben. Akkor tehát alperjele volt, nem perjele, alperjele, rosszul mondtam, Pannonhalmának, és naplójában feljegyezte Mécs László. Így és abban a tudatban, illetve Korzenszky Richárd jegyezte fel. Így és abban a tudatban távozott, hogy már alig ha ismerte őt föl Mécs László. De a találkozást követően a beteg költő csendesen megjegyezte az ágyánál megjelenő vízzel egy pohár vízzel megjelenő nővérnek. Azért rendesebben is fölöltözhetett volna ez az íjés. Még az utolsó humora, ugye? Ez volt. Igen, igen, igen. Hát nem tudom, ennyi fért bele, rengeteg mondani valom volna még, de most visszafolytom magamat, mert azt hiszem, hogy talán nem volt unalmas. Na, én is köszönöm, hogy elmondhattam. Azon csodálkozott, hogy Babics nem szólt hozzá a témát, arra kíváncsi lettem. De Babics is hozzászólt. Egy pillanat, hogyha megkeresem. Babics is hozzászólt. A Babics azt mondta, ő a katolikus, tehát a papköltőről beszélt. Neki a papköltővel volt problémája. Na, hol van ez? Most már mindent össze, elmondom szóba az emlékezetből. Tehát az volt a problémája, hogy a papköltők az egyházhoz való elkötelezettségük folytán nem tudnak olyan nyitottak lenni, és úgy gondolják a költők, hogy az ő rendjük, vagy az ő templomuk, vagy az ő egyházi felekezetük az olyan, mint egy politikai párt, és a politikai párt szemszögéből tudnak csak mindent látni.
Ez volt a Babits véleménye. Egyébként Barlai Ödöl Szabolcs atya volt ciszterci szerzetes, de aztán laicizálódott és világi pap lett belőle, nagyon idős, 99,5 éves jelenleg, Székesfehérváron él ez az atya. Ő is nagy prohászka kutató, és hát Mécs Lászlóról is sok tanulmányt írt, és ő elmondja ezt, hogy ezek a nyugatosok műveletlenek voltak, ezzel a kifejezéssel él, nem ismerték a magyar irodalmat és a régi középkori európai keresztény irodalmat, ahol teljesen természetes volt, sőt, azon döbbentek volna meg, hogyha nem költő írja a verset. Tudnélik, minden költő egyházi személy volt szinte, de legalábbis mélyen elkötelezett keresztény. És hát, hogy a papköltő sors sajnos nagyon igazságtalan, és ez végig kíséri egyébként valóban, mert még szinte Sík Sándor sincs a helyén, pedig hát azért őt jobban ismerjük, meg többször hallani róla, de igazából a magyar irodalom történetében ugyan van már a 78-as magyar irodalom történetében, meg a 86-osban is van egy ilyen fejezet, hogy vallásos irodalom, és az egy külön téma, tehát minthogyha nem volnának a papköltők, igazi költők, tehát hogy őket egészen más mérleg le lehet tenni, mert ők papköltők. Tehát, és ez egyébként a mai napig így van. És ez érvényes egyébként a szakrális költészetre is, akkor is érvényes, hogyha világi az illető. Tehát, és mondjuk a nem kifejezetten a Jóistenről, meg a Szűz Máriáról, meg a szentekről szól a vers, nincs benne említés pokolról, meg mennyországról, meg semmiféle ilyen teológiai jellegű szó nem szerepel a versbe, de egyáltalán van valami nyitottsága fölfelé a versből kilépve, a gondolatisága, ez egy ilyen szakrális jellegű, abban a percben már másodrangú költőnek számít. Tehát még ilyen formában is, és mai napjainkban is. Például ezért nem ismerik a Nagy Gáspárnak a költészetét, és egyáltalán nem, mintha nem tartozna a magyar irodalomba. De ugyanígy ugye a Mécs László, a Sík Sándor, a Harsányi, Harsányi Lajos, de még a protestáns irodalom sem. Szóval nem rúghat labdába, hogy az irodalom volna. Persze, ugye a Sík Sándor is meghatározza, hogy hiszek, amit az egyház hívni áll elében. Tehát a hiszegyszerű versében. Nem azt hiszek, amit egy szabadabb szellem, egy költő, egy Babits, vagy ő is meghatározza ezt, hogy mint az egyház hívni áll itt elében. Valahogy. Na jó, de nem csak az ilyen hitvalló versekre vonatkozik ez, hanem más versei sem. Tehát, hogyha ő mondjuk éppen Galileiről írt volna, vagy mit tudom én, valami egészen más, a természetből merített téma, akkor is papköltő írta, félre van téve zárójelben. Köszönöm szépen. Köszönjük, Éva. Hát azon vagyunk, hogy a méhes hágyó, miért tudjuk. Elvarásoltál minket. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok.